Gyakori vendégek Balatonbogláron a Testnevelési Egyetem kézilabda edzői szakos hallgatói, akik rendszeresen szakmai látogatást tesznek a NEK-án. Évente, most nem a Covid, hanem előtte levő időszakban egy 5-6-szor én mindig megfordulok itt, de mindig örömmel jövök, nem csak az újszerűség meg az újdonság miatt, hanem tényleg egy olyan hely, ahol minden a kézilabdának a fejlesztésére, fejlődésére szolgál, egy olyan helyszín, ami minden edzőnek az álma. Meg akarom mutatni az aktuális edző szakos hallgatóknak, hogy hát ilyen körülmények között is lehet dolgozni, és igenis van rá példa, mert ezekről igazából vagy tankönyvben, vagy képeken, vagy videókon látunk példát. Esetleg, ha továbbképzés van, akkor van lehetőség betekinteni, de azért ez egy zárt világ. A program változatos volt, hiszen sok témával és területtel ismerkedhettek meg a hallgatók. Hajdú János kollégám, barátom volt kedves, elég széles spektrumon ugye bemutatta a NEK-át, a felvételi rendszertől a mindennapi életig, azokat a tudásokat, megszerzett kompetenciákat, amelyeket hosszú pályafutása során összegyűjtött, ezt ő nagyon készséggel mindig továbbadja nekünk. A sporttudományos és rehabilitációs részleg munkáját már Langmár Gergely mutatta be a vendégeknek, akik interaktív módon hozzászólhattak a látottakhoz. Nagyon jó kérdéseket kaptam, ami nekem is el kellett, hogy gondolkozzak, de ez a szépsége szerintem a mi szakmánknak, hogy nincs két egyforma eset, nincs két egyforma nézőpont, viszont egy objektív adathalmaz van, amit mindegyikünknek ugyanúgy kell értelmezni, és abból lehet utána tovább lépni. Hogyha szemléltetjük ezeket, hogy az objektív adatok hogyan tudnak hozzájárulni az élsporthoz, akkor minden esetben látjuk ezt, hogy megdöbbenés van, és egy nagy elhallgatás gyakorlatilag, mikor kiderül, hogy előre milyen dolgokat tudunk megmondani. Remélhetőleg ez a jövő edzői társadalmában eznek szerves része lesz a diagnosztikának. A program zárásaként az MSC szakos hallgatók a sportcsarnokban edzés körülmények között is láthatták a NEK-a növendékeit és szakembereit, és betekintést nyerhettek a Balatonboglári utánpótlás képző akadémia működésébe.